Székely Keresztúron évekig működött a tejgyár, aztán bezárt. Most jó esély van arra, hogy akár már az idén tavasszal újra beindulhat az üzem. Megalakult ugyanis a Küküllő Keresztúr Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet. A 48 tagot számláló egyesület célja a keresztúri tejgyár megvásárlása és a termelés újraindítása. A gazdák több mint 500 tehénnel és ugyanennyi jóval álltak be a szövetkezetbe. A lényeg, hogy a szövetkezet tagjai majd az évvégi nyereségből részesednek, havonta pedig megkapják a leadott tejmennyiség után járó összeget. Tény, hogy sikertörténet is lehet a gyár újraindításából, követendő példa is más településeknek. Egyébként vasárnap az első keresztúron tartott megyei tanácsülés előtt a megyei tanács elnöke kollégái kíséretében meglátogatta a létesítményt. Nem véletlen, a megyei tanács oroszlán részt vállal az üzem újraindításában. A megyei tanács a garancia, hogy a pénzük nem vesz el. Ez nagyon fontos lépés volt. Több mint 500 ember a kicsi megtakarított pénzét, nyugdíját, akár az állatját kellett eladja, hogy befizesse az alaptőkét. Tehát ez egy védjegy volt a megyei tanács, és úgy álltunk oda. Amellett pedig pályázati rendszereinken keresztül, illetve együttműködésben a térségi polgármesterekkel kitaláltuk azokat a jogi, törvényes formákat is, amelyen keresztül konkrétan is oda lehet állni, lehet segíteni, és ennek a pénznek, ami az induláshoz szükséges, egy részét fel tudtuk vállalni. Ahhoz, hogy a gyár nyereséges legyen, napi 10 000 liter tejet kell feldolgoznia. A tervek szerint a tejtermékeket nem csak az országban, hanem Magyarországon is értékesíteni fogják. A gyár megvásárlásához a megyei tanácstól kapott pénz mellett valamennyi önrész és banki hitel is szükséges. Ha a szövetkezet megkapja a bankhitelt március-áprilisban, akkor május végén beindulhat a keresztúri tejfeldolgozó. A gyár beindulását követően a gazdáknak egy, de akár egy lej 50 banit is adhat 1 liter tejért a szövetkezet.